Örtűzgyújtás országszerte. Sokan tiszteletüket tették ezen a napon, mely a székely autonómiáról szól. Effektíve talán ez a hetedik alkalom itt Tevel községben, hogy örtüzet gyújtunk, és hát az örtűz az mindenhol, ez egy jelkép, és Tevelen is, mert az időpont az mindenhol, tehát egy időben történik meg, és hát ez a jelen pillanatban az Ávodi utcai tér, ami majd későbbiekben nekünk majd ilyen piasztér rendezvénytérként fog ezt szolgálni. Ide összegyűjtünk olyan gallyakat az ősz folyamán, ami ugye éghető, és akkor ezt használjuk igazándiból föl az örtűznek a meggyújtására. 150-200 fő el szokott jönni az időjárástól meg a programoktól függően. Most ugye azért tudni kell, hogy Bonyhádon is van, Kakasdon is, tehát több településen itt ugyanúgy örtűzgyújtás van, tehát nem konkrétan ugye a székelységet tudjuk várni, hanem a teveli lakosoknak a javarészét, vagy éppen a mellettünk lévő településről, ahol nem gyújtanak örtüzet, de szolidaritást éreznek a székelység iránt, ezért természetesen onnan is jönnek el, úgyhogy idén is úgy gondolom, hogy ez a 150 körüli létszám ez meg lesz. Orbán Attila, a Tolna vármegye önkormányzat elnöke is tiszteletét tette az eseményen. Beszédemben hangsúlyozni fogom, hogy miért fontos nemzetben, nemzetségben, egységben gondolkodni és törekedni arra, hogy megmaradjunk székelyek is, és ott, ahova minket a teremtő helyezett, akár Székelyföldre, akár azok, akik elkerültünk onnan, más helyeken megálljuk a helyünket, és a nemzet építő, gyarapító feladatunkat ellássuk. Erre biztatjuk, bátorítjuk egymást ezen a napon. Csibi Krisztina, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnökségi tagja is meghatottan beszélt erről a napról és a székelységről. Én azt gondolom, hogy a 2003-ban alakult Székely Nemzeti Tanács több mint két évtizedes tevékenysége bizonyítja mindezt, hogy a mai napig egyre több és több helyen megemlékezünk arról, október utolsó hétvégéjén 2015 óta, hogy a székely autonómia törekvések békés úton kívánják létrehozni a székely autonóm területet, és hogy az önrendelkezésükről legyen joguk az önrendelkezésre, és hogy a saját dolgaikról önmaguk dönthessenek, akármilyen országban is éljenek népcsoportok, etnikai közösségek, hogyha egy tömbben élnek, mint a Székelyföld 2,5-3 széke, ez Maros megye egy része, Kovászna és Harkita megyéről van szó, hogy ők saját maguk hozhassák meg a döntéseiket. És emellett most már, mint említettem, több mint két évtizede kiállnak, és nagyon-nagyon szívesen jöttem, és Orbán Attilával, illetve Fazekas Attila polgármesterrel a mai napon szólunk is néhány szót az itt lévőkhöz. Amit még fontosnak tartok kiemelni, hogy az itt élő bukovinai székelyek mellett most már rokoni, baráti kapcsolatok fűzik a határon túli Székelyföldhöz az itt élő németajkú lakosságot és felvidéki magyarságot is, tehát rajtunk keresztül is, de én azt hiszem, hogy az elmúlt több mint 10 év nemzetpolitikai tevékenységének köszönhetően is át és átszőtte a mindennapjainkat a Székelyföldhöz való ragaszkodás, és most már ez nem csak a bukovinai székelyek esetében igaz ez a kijelentés, hanem az itt élő lakosság százai kötődnek, ha csak a nyaralásukat töltik is Erdélyben, Székelyföldön, de kötődnek ehhez a vidékhez, és ők is egyetértenek, és ők is kiállnak a székely autonóm törekvések mellett. Dombóváron is nagy hangsúlyt fektettek a programra. Mi dombavári székelykör megszervezzük a,
az őrtűznek a gyújtását. Azért szervezzük meg, mert igaz, hogy mi itt élünk, Tolna megyében bukovinai székelyek vagyunk, ugye az egyesületünkben vannak erdélyi székelyek is, de nagyon fontos, hogy kifejezzük az együttérzésünket és támogatásunkat a székelyek autonómia törekvésével kapcsolatban. Nagy örömömre szolgál, hogy nem csak a dombovári székelykör tagjai, hanem nagyon sokan olyanok, akik nem székelyek, de fontosnak tartják ezt a támogatást, itt vannak velünk. Mi úgy készültünk, hogy egy kis sütit sütöttünk, meg zakuszkás kenyérrel kínáljuk meg egy kis pálinkával a vendégeket. Ez a mi kis meglepetésünk a számukra. Nem először járunk már Dombováron. 2017 óta, amikor lehetőségünk nyílik erre, akkor mindig valamilyen pályázat keretében erre kanyarodunk. És hát most már örömmel jövünk, mert mindig egy lelkes közönség fogad minket. Ezen a héten is egy kisebb magyarországi turnén vettünk részt. Budapesten, Bonyhádon és Dombováron jártunk az együttessel. És hát ez a mai nap ugye különleges volt számunkra is, hiszen a székely autonómiáért gyújtottunk őrtüzet, ezért úgy gondoltuk, hogy hát itt a helyünk, hogy mi is emlékezzünk erre. És hát a mai napon Dombováron, a Művelődési Házban a helység kalapácsa Petőfi Sándor emblematikus művének a táncos adaptációját mutattuk be. És hát mi úgy gondoljuk, hogy kellő sikerrel, hiszen nagy taps fogadta, és örvendünk, hogy ilyen alkalmakkor újra találkozhatunk, nem csak a helyi székelykörrel, de a környékbeli bukovinai székelyekkel is, akikkel elég szoros kapcsolatot ápolunk évek óta.